Meglepetés te a Baross út elején. Hétfő délután a Fidelitas győri szervezete lepte meg a csípős hidegben sétálókat egy kis forró itallal. Az ifjú politikusok idei utolsó akciójuk keretében 100 adag teát osztottak szét a járókelők között, a pohár mellé pedig ezúttal egy Fidelitas naptár is járt. A győriek persze szívesen fogadták a meleg teát és a kedvességet. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy egy kedves szóval, szép gesztussal mindenkinek kellemes ünnepeket kívánjunk, és pozitív példát mutassunk, és szeretnénk egy kis mosolyt csalni az emberek arcára. Ezt már a legutóbbi akciónk során is sikerült megvalósítani, és úgy gondolom, hogy most is ezzel szeretnénk élni, és bízunk a hasonló folytatásban. Legutóbb a Mikulás napi szaloncukorosztás, most pedig a teakínálás is nagy siker volt a Baross úton. A Fidelitas pedig a jövőben sem áll le az ilyen és ehhez hasonló akciókkal. Folytatják a taktoborzást is, hiszen, mint mondják, minél több fiatalra van szükség ahhoz, hogy megszólítsák az embereket, legyenek azok 10 évesek vagy éppen idősek.